Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket. Újabb négy év szeretett Csíkszeredám szolgálatában. Olvashattuk ma a közösségi oldalán Csíkszereda polgármesterének ezt a gondolatát. Korodi Attila ma hivatali esküt tett, egy újabb négy éves feladatra vállalkozott Csíkszereda élén. A kihívásokról, a következő négy év nagy feladatairól, és ahogyan ő fogalmazott a mai eskütétele során, a fekete felhők elriasztásáról is fogjuk kérdezni, amit ő az átszervezésnek tekint. Egyfajta nagy félelem ez az átszervezés, a közigazgatási átszervezésről beszélgetünk ma este itt vele többek között a műsorunk első részében. Második részében pedig szintén a fekete felhőket okozó közigazgatási átszervezés témáját folytatjuk. Egy újabb szakpolitikus lesz majd vendégünk, hiszen ugye az USZRE egy tervezettel állt elő, mely megszüntetni a jelenlegi megyei egységeket, és 7 nagy giga régióba szervezni a román közigazgatást. Városok megszüntetéséről is beszélnek ebben a tervezetben. Hogy miről van szó, és milyen veszélyekkel jár ez, ennek járunk majd utána műsorunkba. Tartsanak velünk, kezdünk. Első témánkhoz pedig következzen most egy rövid összefoglaló. A sárszolos terülésze. Egyenként román és magyar nyelven mondták el az esküjüket a frissen választott önkormányzati képviselők. A csíkszeredai testületben 16 RMDSZ-es, 2 erdélyi magyar néppártos és egy szociáldemokrata párt színeiben bejutott képviselő kezdi el a munkát. A tanácsosok beiktatását követően Korodi Attila polgármester tette le az esküjét, majd értékelte az elmúlt időszakot, és kijelölte a legfontosabb teendőket a következő időszakra. Korodi Attila 4 éve vette át a polgármesteri széket elődjétől, az ugyancsak RMDSZ-es Rádúj Róbert Kálmántól. Az új lendület jelszóval hatalomra kerülő, RMDSZ színeiben politizáló frakció idén megerősítette csapatát, terveiket 10 évre készítik. És hát Korodi Attila polgármester urat köszöntöm itt a továbbiakban, interneten keresztül csatlakozik műsorunkhoz. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Korodi úr, ugye 4 év után folytatás van Csíkszeredában, újabb 4 éves kihívás elé állítják Önt. Mi az irány Csíkszereda számára Ön szerint a következő 4 évben? Az irány nem más, hanem folytatjuk azt a stratégiai útat, amelyet megjelöltünk 4 évvel ezelőtt, viszont vannak olyan árnyalatok, vagy olyan hangsúlyok, amelyek jelentősebbek lesznek ebben az időszakban, és ennek az egyik fő pillére az a teljes oktatásfejlesztés, és a gyakorlatilag a szakoktatásnak az a típusú segítés, amivel átszerveződik a városban. Mindezt azért, hogy a gazdaság fejlesztésünknek adjunk egy szolid humán erőforrást, képző alapot is. Gyakorlatilag nem lesz olyan osztályterem, szakterem, labor, tornaterem, amelyet nem butoroznák újra, nem tennék új felszereléseket be, és nem lesz olyan szakközépiskolai vonal, ahol a duális képzést ne alakítsuk ki, azokkal a Maros megyei, Kovásza megyei és itthoni Hajdúta megyei vállalatokkal együtt, akikkel együtt konzorciumot alkottunk egy nagy fejlesztés kapcsán. És ezt tesszük, mert hiszünk abban, hogy egyedüli esélye, én azt gondolom, a székelyföldi városoknak a kirugaszkodáshoz, a gazdaságfejlesztés, ez egy komplex feladat, amelyben az első, egyik kiemelkedő sarokkal vagy meg kell valósítani, az a jó humán erőforrás képzés. Az ipari park az a másik téma, együtt a gazdaság ösztönző programjainkkal, ami ettől az évtől már elindult nálunk a városban, most már ettől az évtől adott csökkentést adunk, hogy eltől is, ha valaki beruház ipari tevékenységbe, de az ipari parkot is készítjük egy 90 hektáros felületen, valamint a fiataloknak most már összeállítottuk azt a coworking típusú kapocs nevezetű irodánkat, amelyen indul a program, és úgymond inkubáljuk, segítjük őket. És akkor rátérünk egy másik fejezetre. Ugye láthatták Önök is, hogy nekünk a városkép, de az értékek, a gyökerek nagyon fontosak, mert szeretjük az újat, és szeretünk újítani, de tényleg azt valljuk, hogy ha vannak erős gyökereink, csak akkor lehet szembenézni a jövővel, ezért minden egyes még felújítatlan régi középületünket ebben a mandátumban felújítjuk, az erőforrásokat megteremtettük hozzá, egy nagyon izgalmas új város
városkép fog ebből következni, és azt szeretnénk, hogy a történelmi városképet visszaállítva erősítjük azt a közösségi életteret, amelyben most is az egyházakkal, civil szervezetekkel, a különböző egyesületekkel jól együtt dolgozunk és mozgatjuk, és hogy ez továbbra is legyen egy mozgató rugója a városnak. És hát azzal zárnám, hogy mindezek mellett pedig ott vannak a soft ügyek, vagyis azok a fajta finom eszközök, amelyekkel egészé tesszük, és a város meg megjelentjük Erdély, Románia és közép-európai térben. Hát ez a sport, a kultúra, a turizmus finanszírozása, az esemény turizmus finanszírozása, az együttműködés a szolgáltatókkal, és gyakorlatilag egy olyan fajta tartalomképzés a városban, ami elengedhetetlen, hogy Csíkszeredát egyedivé tegye. Korodi úr, ön úgy fogalmazott egy interjúban nemrég, hogy bebizonyosodott az elmúlt 4 évben, hogy igenis Csíkszeredában az uniós forrásokat le tudják hívni, maximálisan fel tudják használni jó irányba, és hát eszembe jutott ebből a gondolatból kiindulva a nagy híd projekt, ugye, amit az elmúlt 4 évben láthattunk csíkszeredai felújításként. Ez egy több mint 10 éve húzódó problémás terület volt Csíkszereda számára, önnek sikerült ezt megoldania, felszámolnia, és ha már nagy beruházások és nagy problémák tárgykörére jutottunk, akkor kíváncsi vagyok arra, hogy van-e esetleg még olyan a tárházukban, olyan óriási probléma, ami igenis nem új keletű, de máig nem sikerült megoldani, és cél azt felszámolni és megoldani. Van egy terület, ahol azt gondolom, hogy a közösségnek kellett várnia néhány évet, hogy el tudjunk indulni, és akkor indulnak most már a tervezések, a fejlesztési lépések, ez az időseknek szánt programok, és főleg az idős otthon kérdése. Hála Istennek, hogy révbe értünk. Egy nagyon kemény bürokráciát kellett legyűrnünk, telkeket kellett vásárolnunk, urbanisztikailag rendeznünk, és azt gondolom, hogy olyan terület, mert nekünk nagyon fontos az idős csíkszeredai városlakók, ők gyakorlatilag jelentik meg azt a fajta tapasztalatot, amire támaszkodhatunk, és akkor viszonozni is kell ezt a fajta kapcsolatot és a támogatást, és ez abban tud megvalósulni, hogy évről évre most már bővüljön ez a szolgáltatási rendszer. Úgyhogy neki tudunk fogni ebben a mandátumban az idős otthon és idős otthon rendszer kiépítésének, és hát hála Istennek örvendek, hogy az időseket képviselő Löffel Marika néni is a testületünk tagja, úgy, ahogy a fiatalokat képviselő két kollégánk is a CTIT részéről jelen van, tehát egy teljes generációs átfedéssel indul neki az útnak, mert annyi területen tevékenykedünk, hogy mi azt szeretjük, hogy legyenek minél közelebb azok, akik érzik is, hogy abban, amit teszünk, az jó vagy nem jó. Korodi úr, itt folyamatosan csapatról beszélt az elmúlt években, és hát a mai nap folyamán is, hogy a csapat egy nagyon színes, nagyon képzett és összetett kör alakult ki a polgármesteri hivatal intézmények körül. Lesz-e változás a csapat közvetlen munkatársai összetételben? Gondolhatunk itt az alpolgármesteri tisztségre is. Ezt hétfőn, kedden fogjuk átbeszélni. Én azt gondolom, a tendencia az, hogy lesz egy stabilitás, de az is beletartozik egy 4 éves indulásnál, hogy akkor a csapat együtt leül, és átbeszéli a jót, rosszat, ami ebben az egész munkaidőszakban lezajlott, azért tanuljunk ebből is, lépjünk tovább, és menjünk előre. Én azért szeretek mindig a csapatban gondolkodni, mert én nem hiszek abban, hogy egy valaki lefedi a teljes való világot és a teljes valóságot, ez lehetetlen. És a döntések meghozatalában pedig több szem többet lát alapon, sokkal hatékonyabban lehet együtt dolgozni, és eredményeket elérni. Minden más az egyszer csak kisiklik. Úgyhogy én ebben hiszek, és így szeretek dolgozni, így dolgoztam egész életemben, és amíg itt vagyok a polgármesteri hivatalban, ezt a munkafolyamatot így fogjuk megszervezni, mert ettől érzem magamat egy folyamat részének, nem a polgármesteri hivatal a folyamat, hanem egy közösség van egy folyamatban benne, és abból próbáljuk a legjobbat kihozni. Korodi úr, a mai eskütétel során ön úgy fogalmazott, hogy a legnagyobb kihívás most Csíkszereda számára is, és nem csak Csíkszereda számára, hogy megvédjük a városunkat és a közösségünket a közelgő fekete felhőktől, az úgynevezett átszervezéstől. Nekünk ez a város az egyik bástyája az erdélyi magyarságnak. Mi a legnagyobb veszély ebben a közigazgatási átszervezésben, amiről már érintőlegesen itt az elmúlt hónapokban azért beszéltünk? A legnagyobb veszély az, hogy gyakorlatilag közigazgatási eszközzel, román bürokráciával, centralizálással megölik azt a fajta szabadságot, amivel most tudunk gazdálkodni.
Most a városi és vidéki községi önkormányzatoknak egyre inkább megvannak azok a készségei, hogy jó szolgáltásokat adjon, hogy jó közösségi életet szervezzen, hogy a fejlesztéseket lassan befejezzék sarkatos kérdésekben, és összezárva pedig olyan fajta pilléreket tudjunk nyújtani a székelyföldi önkormányzatok az erdélyi magyar közösségnek, amelyre támaszkodhatnak, mert a román állam nem tudja ezeket a feladatokat ellátni. Most mi történik? Ugye tegnap is előbújt a fiókból egy törvénytervezet, de közben tudjuk, hogy komoly állami intézmények meg ideologizálják ezt a folyamatot, szakanyagot készítenek csak azért, hogy bebizonyítsák, hogy a megyék eltörlése, a kis települések eltörlése, a közepes méretű városoknak a visszadegradálása egy községi szintre, az mind-mind költségsporlás jár, és jobb döntéseket jelent majd a közösségeknek, a lakosoknak. Ebben fordított, hogy történik. Gyakorlatilag egy szerdai ember, egy vásárhelyi ember fel kell kerekedjen, és több száz kilométert kell megtegyen azért, hogy ebben a bürokráciába teli országban, egy régiós központban valahol, ahol amúgy sok millió ember be van csatolva, az ügyeit megoldja. Mert az ország erre van ráépítve. Másik felül pedig van a nem lehet pénzügyi könyvelési értékben számolni azt a helyi identitást, ami elengedhetetlen. Tehát én azt gondolom, hogy Romániának az egyik ereje most is, hogy ennyire tud működni az ország, az pont a helyi identitás, a helyi különbségek, a helyi színes foltok, amelyek egy dinamikus térre alakítják az egész országot. És ebben mi erdélyi magyarok, a székelyföldiek egy elég jelentős szerepet kapunk. Ha ezeket felszámolják, gyakorlatilag homogenizálják, gyakorlatilag a nagyvárosokba betömörítik azokat a folyamatokat, amelyek most is sajnos, hogy nagy részt ott vannak, de azért megvannak az alapjai, máshol is legyen élet, azok egy teljes visszafejlődést generálnának, és olyan fajta homogenizáló történetet, amivel eltűnne az identitás, amit mi értékként kezelünk és értékként tekintünk. Bukarestben, nagyvárosokban ezt nem értéknek látják, nyűgnek látják. Ön egyenesen felháborítónak nevezte ezt a tervezetet, amit napvilágot látott a tegnap. De bontsuk egy picit le, segítsen megértenünk, hogy például egy csíkszeredai lakos számára mit jelentene az, hogyha ugye a jelenlegi fejlesztési régiók fogalmában gondolkozik ez a törvénytervezet, 7 nagy fejlesztési régió van Romániában, és ez szerint szerveznék át a mostani megyei közigazgatási egységeket. Csíkszeredai lakos számára ez konkrétan mivel járna? Ez azt jelenti csíkszeredai lakos számára, hogy a megyék elosztás megszüntetésével számos olyan tevékenységet, amelyet a megyei önkormányzat elvégez komplexebb folyamatoknál, vagy olyan dekoncentrált intézmények, amelyek az itt vannak itt, mert még megyeszékhelyként vagyunk, és relatív közel vannak ezek a szolgáltások a itt a megyeiekhez. Legjobb esetben Brassóba kerülnének, igaz, hogy az már egy közel 90 kilométeres utat jelent, de gyakorlatilag ez Gyulafélvárra kerülne. Amit nézzük meg, hogy Csíkszeredából Gyulafélvárra elmenni, az pont annyit jelent, mint Bukarestbe elmenni. Mi a lényeg benne? Tehát gyakorlatilag bukarestiesítjük azokat a régiókat, ahol még valamiféleképpen a helyi kezdeményező képességek miatt, vagy a hozzáállás miatt van, ahol melyik országrészek jobban működnek. Tehát ezt akarják elérni. Én elhiszem azt, hogy nagyon sok helyen az országban van középszerűség. De annak a megoldása nem az, hogy megszüntetjük a helyi identitást, nem az, hogy az embereket útra tesszük, és elhitetjük velük, hogy digitalizációval meg lehet oldani mindent, nem lehet megoldani. Élő példa, hogy mi az önkormányzatán rengeteg fektetünk digitalizációs folyamatokba, és hosszú éveket befektettünk, és még legalább egy-két év, hogy eljussunk arra szintre, hogy valóban egy igazi digitális ügyintést tudjunk elvégezni, de az is kinek szól, a jövő generációjának, mert nem várható el mindenkitől, hogy csak digitális eszközön keresztül próbálja megoldani az életét, mert úgymond az offline-nak is van jogosultsága. Tehát nem lehet minden digitális térre terelni, meg az egy teljesen álságos történet. A digitális térben eltűnnek az identitások, csak a sztereotíp magatartások maradnak meg, a nagy méretben szkalálható, kinagyítható ügyek maradnak, meg minden más, ami apró, specifikus történet, amit meg kellene oldani, az gyakorlatilag betös tuszakolódik egy szőnyeg alá, és az állampolgár iszza meg ennek a levét, a csíkszeredai polgár iszza meg ennek a levét. És van egy másik vonzata, mi csíkszeredaiak, ahogy fogalmaztam ma is a beszédemben, és ezt hangsúlyosan mindig elmondom, mi egy bástyája vagyunk az erdélyi magyarságnak.
Mi úgy szolgáltatunk sport, kultúra, oktatás területén, és részben gazdaság területén is, annak kisugárzik a hatása egészen Közép-Erdélyig. Tehát, hogyha mi elveszítjük ezeket az erőforrásainkat, lehetőségeinket, akkor gyakorlatilag lecsökkenti a román állam kényszerítve azokat az eszköztárunkat, amelyet a közösség felé tudunk szolgáltatni. Románia nem szolgáltat a magyar közösségnek gyakorlatilag semmit. Mi az önkormányzatok tesszük ezt meg. És ezt, ha tőlünk elveszik, akkor azt jelenti, hogy van egy tudatos leépítési szándék. Itt ugye az elmúlt években folyamatos decentralizációs igényekkel jelentkeztünk, azaz önkormányzati, megyei, városi önkormányzati szinten. És hogyha nem megyünk ennek a jelenlegi tervezetnek a mélyére, akkor egyszerű állampolgárként lehet, hogy csak annyit látunk belőle, hogy spórlás, kevesebb bürokratikus eljáráshoz vezethet ez a fajta átszervezés. Segítsen megértenünk, hogy ez mégsem hoz decentralizációt, hanem inkább egy központosított irányba viszi el az amúgy is eléggé központosított működést, most még inkább. Mondok egy kicsit másodnak közelítem meg, mert a például a tegnapi törvénytervezet preambulumában, tehát az előszavában be van téve egy 17 milliárd le- és megtakarítás évente. Mondom a mi példánkat. 2024. januárjában a költségvetési törvénnyel Csíkszeredától elvettek 7 millió lejt, az 35 millió lejt, meg kellett volna kapjunk visszaosztásból, adókból. Önkormányzati szinten nagyvárosoktól összesen elvettek 12 milliárd lejt. Azt mondja a tervezet, hogyha hatékonyabbá teszi, összeolvassza a városokat, a falvakat, a megyéket eltörli, akkor 17 milliárd lejt spórol. Ebben az évben 12 milliárd lejt spórolt a kormány, elköltötte a saját programjaira, és a deficit kétszer akkora, mint tavaly volt. Tehát a kormány összességében a román állam az egy feneketlen lyuk. Ahol garanciák vannak, hogy a szolgáltatások terén, a beruházások terén, az, ahogyan teljesít, vagy az állam úgymond tud az állampolgárnak egy támpontot nyújtani, az bebizonyítottuk ebben az évben, és egyelőre az önkormányzati rendszer. Minden más kiszámíthatatlan. Ők elvesznek az önkormányzatok megint 17 milliárd lejt átszervezés gyaránt, de az a pénz el fog tűnni. Ne gondolja senki, hogy az valahol vissza fog kerülni olyan hatékony rendszerekbe, amitől a helyi utcában történő közösségi élet, vagy éppenséggel a színháznak a története, vagy a Mátran gimnáziumnak a finanszírozása, vagy éppenséggel a megyei kórháznak, amely kettes kategóriába került, tehát majdnem klinikai szintű kategóriában van a finanszírozása, a menedzsmentje hatékonyabb lesz. Nem lesz hatékonyabb. Gyakorlatilag földbe tipolnak minden pozitív tendenciát. Most milyen kormányzatok megtanultunk úgymond élni az önrendelkezés jogával. Tehát minden egyes területen, ahol egy kicsit is a jogszabály engedi, kihasználjuk és cselekszünk. Ezt akarják visszafordítani. És ez egy igazi centralizáció. Tehát ha én nem tudom elfogadni azt, hogy valaki Gyulafehérváron döntsön olyan kérdésekben, amelyek rengeteg vitát jelentenek, halljuk a megye szintjén is, és a megyében így is azt látjuk, hogy a viták, mivel láthatóak, átláthatóak, a lakósok megértik és átlátják, vagy értenek vele, vagy nem, de részei ennek. Vagy a tervezetben olyan történet is van, most gondoljuk el, Gyergyó Szent Miklós el kéne veszítse a városi státusát. De Szentegyháza is, Keresztúr is, Barót is, Kézdivásárhely is, Tusnádfürdő is, Balánbánya is, sorolhatnám. Nyárászszereda Maros megyéből, Szováta. Nem lehetnének városok, csak községek. Olyan települések, Kisténap Estel Szövetségi elnökről beszélgettünk az október 23. ünnepségek után Gulyás Gergely miniszterről együtt, egy szűkebb körű vacsorán, és ez a téma is felmerült. És akkor nagyon szépen mondta a szövetségi elnök úr, hogy gondoljuk el, hogy Kézdivásárhely megkapta a városi rangját még a középkorban. Nem a kommunistáktól, nem az öpörsítással, hanem a középkorban, és most jön egy nagy demokratikus rendszer, és könyvelési értékek alapján eltörli. Miért? Mert 20 ezer alatti lakósú településként van beazonosítva. Tehát abszurdumok vannak mindenhol, és az a baj, hogy ehhez mi láttuk, már egy éve követjük, olyan neves román intézetek és intézmények is fogják adni nevüket, azért, mert őket megbízták azzal, hogy ezt a nagyon meredek folyamatot vigyék végig, ami nagyon kemény összefogásra készített bennünket, mert ez nem a Bezescu által 2011-ben felállított stratégia, ez sokkal komplexebb, sokkal sunyibb, sokkal erőltetettebb és sokkal átfogóbb, ezért kell ebben a témában nagyon határozottan fellépünk, és ezért is beszéltem a bátran erről a témáról, én tényleg azt látom, hogy Csíkszeredában lesznek nehézségek, de fejlődik.
fejlődés is lesz. De a nehézségeknek a csúcsa az lesz, amikor ebben a vitában mi megyeszékhelyként, meghatározó székelyföldi erdély városként elveszítenénk jogos útvágokat, mert azzal a szomszédos településeink a székelyföldi berendezkedés veszítene igazából. Mindenki sérül. Nagyon szépen köszönöm Korodi Attilának, hogy itt volt ma este velünk, és beszélgethettünk erről a témáról. Köszönöm szépen. És kedves nézőink, már is csatlakozik hozzánk a következő vendégünk, igaz, hogy telefonon, de ezt a témát folytatjuk. Cseke Attila szenátor úr van itt velünk, aki ugye közigazgatási szakpolitika területén is egy kiemelkedő jártossággal rendelkezik. Jó estét kívánok, Cseke úr! Csókolom, estét kívánok! Köszönöm, hogy itt van. Ugye itt a legújabb tervezetről beszélgetünk ma esti műsorunkba, és hát Korodi polgármester úr is azt vetette fel, hogy mekkora veszélyekkel jár az a tervezet, amiről itt a minap beszámolhattunk mi is, hogy 7 nagy, úgymond ilyen fejlesztési régióban gondolkodva szerveznék át a közigazgatási egységeket. Pontszerűen segítene nekünk megérteni az ezzel járó esetleges nagy veszélyeket? Ez egy központosításra irányuló rendelkezés, törvénytervezet, amely távolabb viszi az emberektől a döntést, és hogy maradjunk Csíkszeredánál, akkor azt mondom, hogy ha ma Csíkszeredában a megyei intézmények ott működnek, mint megyeszékhelyen, ugye Hargita megye megyeszékhelyén, és a megyei önkormányzat is ott működik, tehát bárkinek, aki Hargita megyei intézmény vagy állampolgárnak bármilyen dolga van ezekkel a megyei intézményekkel és a megyei önkormányzat, akkor Csíkszeredában azt megtalálja. Ez szerint a törvénytervezet szerint ezentúl a Hargita megyeieknek, amelyiknek a megyeje meg is szűnne, nem Hargitának neveznék, Gyulafehérvárra mennének a megyei önkormányzathoz, illetve megyei szintű intézményekhez, hatóságokhoz, hiszen ebből a 6 megyéből Hargita, Kovászna, Maros, Brassó, Fejér és Szebe megyéből akarnának a terv szerint egy nagy megyét létrehozni, Gyulafehérvár székhelyjel, hát ez mindjárt több száz kilométerre viszi a döntési helyzetet. Aztán akkor gondoljunk abba bele, hogy ez mit jelent magyar közösség képviselete szempontjából. Addig, míg ma Hargita megyében a megyei önkormányzatot a magyar közösség akarata szerint döntési helyzetben magyar emberek, RMDSZ-es megválasztott vezetők vezetik, és az azt jelenti, hogy a magyar közösség igényeit is tudják képviselni, és a kihívásokra megfelelő válaszokat keresnek és tudnak adni. Ez egy ekkora nagy megyében ugye a magyar közösség arányát drasztikusan csökkenteni, és azt jelenteni valószínűleg, hogy a döntési helyzetből teljesen kikerülve a pályaszéléről kellene néznünk azt, hogy rólunk mások hogyan döntenek. Szenátor úr, ugye itt az is elhangzott az elmúlt időszakban, hogy nagyon sok forgatókönyv látott már napvilágot, hogy hogyan kéne átszervezni ezeket a közigazgatási egységeket, és az, hogy a 3 megye egy nagy egységbe tartozzon még más jelenlegi megyékkel, ez az egyik változat, de olyan is született már, amiben a Hargita, Kovászna és Maros megyei egység teljesen szét volt osztva más nagy egységekhez csatolva. Azt is mondják szakemberek, hogy uniós elvárás is az, illetve gazdasági indoka is van annak, hogy ez az átszervezés előbb vagy utóbb, de meg kell történjen. Amennyiben odáig megy a dolog, hogy valóban az átszervezés valamilyen módjáról dönteni kell, mi az, ami az RMDSZ szempontjából is támogatható a jelenlegi tudásunk szerint? Semmilyen uniós kötelezettség és elvárás nincs ezzel kapcsolatosan, aki ezt mondja, az hazudik. Nem először történik meg ebben a témában, hogy ilyesmit mondanak. El kell menni Brüsszelbe, el kell menni Strasbourgba, érdeklődni kell, beszélgetni kell a helyi autonómiáról, Románia helyzetéről, helyi autonómia kapcsán szóló strasbourgi jelentést el kell olvasni. Én ott voltam az Európai Parlamentben, az Európa Tanácsban, le van írva, melyek az ajánlások, nem elvárások, semmiféleképpen egy ilyen szervezet, fentről szervezet, állam által szervezet, közigazgatási áttervezés semmilyen szinten,
semmilyen elvárás ezzel kapcsolatosan nincs. A probléma az az, hogy ezek a tervezeteknek teljesen hiányzik a szakmai háttere. Teljesen hiányoznak a szakmai hátterek, hiszen bármelyik szintet nézzük meg, egyszerűen a gyakorlatban olyan visszás helyzetekhez vezetne, amelyet szakmailag semmiféleképpen nem lehet felvállalni, csak hogy mi azt tudjuk nagyon jól, hogy Romániában akkor van a legnagyobb probléma, amikor az ilyen nagy horderejű döntéseket káosz szinten egyik napra másikra hozzák meg, és itt nekünk, magyaroknak, erdélyi magyaroknak ez az óriási veszély, hogy ott kell lennünk, hogy ebbe a mechanizmusba, ebbe az eljárásba, ha kell, bele tudjunk szólni, ha kell, stoppot állítsunk ennek a történetnek, mert ha egy ilyet bevezetnek is szlovákiai felvidéki példa, ahol több mint 25 éve vezettek be egy nagyon rossz rendszert, amelyet mások is megkritizáltak, de mégsem sikerült rajta módosítani, tehát a közigazgatási szerveződése egy országnak az nem egy mandátumra szól, ezt mindenhol ezt láthatjuk. Ha netalán egy rossz közigazgatási átszervezést az ország meglép, és abban az biztos nem az erdélyi magyar közösség javára szolgál, hogy ez egy óriási kihívás nekünk november 24 és december 1 kapcsán is, a választások kapcsán, hogy legyen az erdélyi magyaroknak továbbra is olyan ereje, hogy ebbe a történetbe bele tudjon szólni, és a demagógiát, a szakmaiatlanságot és a veszélyeket ki tudjuk küldeni. Még egy kérdésre van időnk, Csekke úr, hogy itt ugye kiszűrni a szakmai atlanságot és megakadályozni a rossz terveknek az érvényesülését. Mennyi, elége az RMDSZ jelenléte ilyen számban a parlamentben ahhoz, hogy egyáltalán a közigazgatási átszervezés folyamatát, az erről való beszélgetéseket megakadályozzák, hogy ne juthassunk el odáig, hogy meghozzák a döntést az RMDSZ úgymond parlamenti mandátuma jelenléte során, de hogy nem tudja megakadályozni. Szóval mit kell ehhez tennünk? Enélkül a parlamenti jelenlét nélkül, az biztos, hogy nélkülünk, de mi fogunk felkerülni a tányérra, és az asztalnál nem ülni fogunk, hanem osztani fognak bennünket. Ha pedig ott vagyunk, akkor ott ülünk az asztalnál, és azért van, amit le lehet cseperni az asztalról, illetve természetesen az új parlament, felálló parlament összetétele fogja eldönteni, hogy mekkora erővel és milyen politikai kontextusban dolgozhatunk a következő 4 évbe. Ez egy nagyon jelentős kihívás, mert itt egy nagyon komoly, finom, de komoly hangolás történik, mi azt látjuk a közigazgatási átszervezés kapcsán, és ezt nem szabad senkinek sem lebecsülnie, mert ennek a következményei, lásd szlovákiai példa, utaltam rá, azok a közösség számára nagyon-nagyon negatívak tudnak lenni. Meg kell tudnunk mutatni az erőnket december esélyén, és olyan erőt kell mutatni, amely elrettent másokat attól, hogy a magyar közösség kárára bármilyen közigazgatási átszervezés megtörténjen. Kíváncsian követjük majd mi is a témát. Én nagyon szépen köszönöm szenátor úrnak, hogy itt volt ma este velünk, és beszélgethettünk erről. Szépen. Kedves nézőink, köszönöm, hogy velünk tartottak. Maradjanak az est további részében is az Erdély TV társaságában. Én további szép estét kívánok önöknek, a viszontlátásra.